A Brigéció Kerékpáros Sportegyesület 6 évvel ezelőtt alakult. A céljuk az, hogy a kerékpársportot népszerűsítsék. Ezt sikerrel teszik, hiszen számos kisebb-nagyobb rendezvény megálmodói Komáromban. A Brigéció Mountain Bike Marathon idén negyedik alkalommal várta a két kerék szerelmeseit. Szeretnénk ezzel a rendezvénnyel egyfajta színt adni még a komáromi napoknak. Szeretnénk a fiatalokat, idősebbeket, mindenkit sportolásra késztetni, illetve arra, hogy ezen a napon eljöjjenek és sportolással kapcsolódjanak, és érezzék jól magukat. Emellett szeretnénk a városunkba látogatóknak bemutatni Komárom városát, a helyi kulturális turisztikai lehetőségeket. A versenyre nevezőknek kedvezményes belépő jár a városi intézményekbe, a fürdőbe, a moziba vagy például az erődbe. Az idei Brigéció Mountain Bike Maratonon csaknem 100 versenyző vett részt. Először egy technikás körpályát teljesítettek, majd 36 kilométeres útvonaluk átszelte a fenyves erdőt, és érintette a Dunapartot is. Szeretem tekerni, jó a társaság, kell hozzá egy jó csapat. Egy jó kihívás, erre vannak a versenyek, az ember mindig tud készülni, mindig vannak kihívások, célkitűzések és ezeknek a céloknak a teljesítése. A verseny alig ért véget, az egyesületi élet megy tovább. A bringások mindenkit szeretettel látnak a rendezvényeiken, kezdőt, haladót és profit egyaránt, hiszen náluk a valódi lényeg a mozgás öröme. Áprilisban van downhill kerékpárversünk, amit mi szervezünk az extrém sport szerelmeseinek. Ugye komáromi napokkor ez a kerékpárversenyünk, a mountain bike kerékpárversenyünk. Augusztusban van az országúti mezőnyverseny, az egyébként a legnagyobb versenyünk, a legnagyobb tömeget megmozgatott, 200-250 fő szokott rajtozálni. Ez a magyar kerékpáros amatőr bajnokságát képező forduló, illetve októberben szervezzük a szlovák-magyar határon átnyúló együttműködés keretein belül időfutambajnokságot. Annak a második fordulóját szervezzük mi. Így lényegében átoléltük a kerékpársport különböző szakágait. Miközben a felnőttek versenyeztek, a legkisebbek is összemérték erejüket. Korcsoportok szerint teljesítették az 1, a 2 vagy a 3 kört a pályán, és dobogóra is álltak a versenyük végén.